Kedves nézőink, köszöntöm Önöket itt a Bajai Televízió híradója csütörtökön este. Egy rövid előzetessel kezdünk. Két keréken Garáig. A településen, valamint a község és Baja között szeretnének kerékpárutat építeni a garaiak. Gazdálkodj okosan. Játszva sajátíthatták el a pénzügyi ismereteket a Szent Lászlós diákok. Nem sikerültek a szintidők. A vártnál gyengébb mezőny miatt nem tudott kimagasló időket úszni Kalmár Ákos. A jövőben akár Garára is eljuthatunk kerékpárunkon. A település polgármestere régóta szeretné, ha a szomszédos falvakat kerékpárutak kötnék össze, az ehhez szükséges első lépéseket pedig már meg is tették. A munkálatok ugyan még kezdeti fázisban vannak, de a tervek szerint 1-2 éven belül elkészülhet a biciklizésre alkalmas, biztonságos útvonal. Fa Béla, Gara község polgármestere a települést érintő jövőbeli tervekről mesél. Az elképzelés szerint a közeljövőben a faluban is kiépítik a kerékpárutat, hasonlóan a Baja-Vaskút között kialakított útszakaszhoz. A település első embere elárulta, a biciklisek számára kialakított útburkolat számos előnnyel járna a falu számára. A kerékpárút az pedig azért lenne jó a település életében, mert nagyon sokan szeretnék kihasználni a lehetőséget, hogy Bajára esetleg kerékpárral bejárni, nem csak dolgozni, hanem egyáltalán kikapcsolódás terén is. És hát bajaiaktól is többektől hallottam az igényt, hogy nekik is jobb lenne, hogyha nem csak Vaskútig tudnának kijönni kerékpáron, hanem Garáig, mert azért az a oda-vissza 40 kilométer csak jobb, mint a 20. A polgármester hozzátette, a kerékpárút lehetővé tenni a biztonságos közlekedést a településen belül és kívül egyaránt. Emellett megfelelő sportolási lehetőséget is nyújtana a környéken élők számára. A garai lakosok örömmel fogadták az előzetes tervekről szóló hírt. Kerékpárral is bemennék még akár Bajára is, nem csak Vaskútra, mert nagyon jó. És mindig irigyeltem a vaskútiakat, hogy csak odáig van a kerékpárút. Úgyhogy én örömmel üdvözlöm a szándékot. Mindenki igénybe fogja venni, mert azért faluhelyen nem csak kocsik vannak, azért kerékpárosok még vannak, és ugye távolabbi utat azért nem nagyon vállalunk ilyen közúton, mert baleset veszélyes, azért vannak, voltak is balesetek. A település polgármestere elmondta, a munkálatok még kezdeti fázisban vannak. A napokban járták be a tervezőmérnökkel a nyomvonalat, a tervezői munkák rövidesen megkezdődnek. Fa Béla hozzátette, a kerékpárút létrehozását pályázati pénzből szeretnék kivitelezni, hiszen nagy anyagi terhet jelentene a falu számára, ha önerőből kellene finanszírozni a munkafolyamatokat. Ősztől országossá terjesztik a vastagbél szűrési programot, az uniós és magyar forrásból megvalósuló szűrésekre mindegy 6,5 milliárd forint áll rendelkezésre, jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Magyarországon évente 10 000 betegednek meg vastagbélrákban, és ezen betegek közel fele veszti életét. Szentes Tamás országos tisztifőorvos a programról elmondta, az 50-70 éves korosztályt szólítják majd meg a házi orvosokon keresztül. Az érintett korosztály 1,8 millió embert jelent. A program egy két lépcsős szűrőprogram, amely egyébként már Európában hatékonyan bevezetése került a skandináv országokba, Norvégia, Svédország, Finnország, de ezen túlmenően az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és a mellettünk lévő Ausztriában is bevezetése került ez a metodika. Ennek a technikai lebonyolítása úgy történik, hogy történik egy székletvérvizsgálata, ami alkalmas arra, hogy kiválassza azokat a pácienseket, akik fokozott kockázattal rendelkeznek, és csak náluk fogjuk elvégezni azt a koronoszkópiás vizsgálatot, ami ténylegesen nagyobb terheléssel jár. Valódi mosoly helyett egy kettős pont és egy fél zárójel. A modern kor gyermekei sokszor egy hangulatjellel adják a többiek tudtára, éppen milyen a kedvük. Több kutatás is bizonyítja, hogy a 10 éves generációnak kisebb a szókincse az érzelmei kifejezésére, amely a gyors írott üzenetváltásoknak is betudható. Legtöbbször az iskolai szünetekben egymás mellett ülő gyerekek is inkább telefonukat nyomkodják, ahelyett, hogy egymással beszélnék meg az élményeiket. Iványi Bernadett magyar tanár szerint ez vezethetett oda, hogy a gyermekeknél a választékos beszéd és a jó helyes írás már egyre kevésbé jellemző. Nagyon sok szlengesedés, trágárkodás nyilvánul meg a mindennapi beszédükben. A fogalmazásukban is egyre inkább érzékelhető az,
hogy felgyorsult világban élünk, és hogy az internetet használják napi szinten csevegésként, és hogy keresztül tartják a kapcsolatot. A tanárnő elmondta, sokszor a foglalkozásokon is érzi, hogy a diákok nem szánnak időt a mondatok átfogalmazására, hanem egy az egyben bemásolják az interneten talált anyagot. Hozzátette, az iskolában magyar órák keretében többször is látogatják a könyvtárat, ezzel igyekeznek elérni, hogy a tanulók az irodalmi nyelvezettel is minél gyakrabban találkozzanak. A megkérdezett tizenévesektől megtudtuk. Naponta 2-3 órát is használják az üzenetküldő programokat, és ezzel együtt a hangulatjeleket is. A telefonomat azt nagyon-nagyon sokszor használom. Nagyon sokat beszélgetek barátnőimmel, és a smiley-kat is elég sokszor használom. Mire jók ezek a kis hangulatjelek? Mit fejezel ki velük? Hát például, hogyha küldenek valamit, ami nekem tetszik, nem tetszik, akkor az kifejezi, hogy most nekem tetszett, vagy nem. Dr. Gyulai Éva pszichiáter szerint is érzékelhető, hogy a különböző hangulatjelek használata miatt a beszélt nyelv háttérbe szorult. Így sokan szóban, szemtől szemben nem tudják kifejezni hangulatukat, érzelmeiket. Kiemelte, hogy a csetelés nem tud helyettesíteni egy igazi, jóízű, személyes beszélgetést. Épp ma mesélte egy kis páciensem, hogy csak egy betűt ír le a szóból, és már tudják, hogy az mit jelent. Tehát teljesen eltorzul egy más beszélt nyelv helyett, egy írott nyelv alakul ki. Ez abban is gátolja őket, hogy a beszélt nyelv kapcsán azért a gondolatok összerendezettek, logikus gondolkodás van, az írott beszéd kapcsán viszont ezek torzulnak. A szakember hozzátette, a gondolataikat emiatt sokszor nem tudják a gyerekek szavakba, mondatokba foglalni. Dr. Gyulai Éva szerint a megoldás a gyakoribb személyes találkozás és beszélgetés lenne, valamint a minél kevesebb számítógép előtt töltött idő. Különleges tehetségkutatónak adott helyet csütörtökön délelőtt a Bácskai Kultúrpalota. Az Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud Bajai elődöntőjében 17-en mutatták meg, mire képesek a színpadon. Hogy milyen produkciókkal készültek a szépkorúak, a sportpercek előtt megmutatjuk. A nők munkaerőpiaci helyzetének javítása érdekében 9 milliárd forintos pályázat indul Nők a családban és a munkahelyen címmel, jelentette be a Család, Ifjúság és Nemzetközi Ügyekért felelős államtitkár. Novák Katalin elmondta, a pályázaton olyan projekteket támogatnak, amelyek hozzájárulnak a nők rugalmas foglalkoztatásához, valamint a munka és a magánélet összehangolásához. A pályázaton önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek vehetnek részt konzorciumi formában. Az elnyerhető támogatás összege 150 és 200 millió forint között van. Az államtitkár hangsúlyozta, a nőknek nem azért van szükségük többlet támogatása, mert rosszabbak a képességeik, mint a férfiaknak, hanem mert többlet kihívásokkal kell szembenézniük, ha a gyermek születése után is szeretnének helytállni a munkaerőpiacon. A pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete keretében csütörtökön délelőtt projektnapot tartottak a Szent László AMK-ban, ahol a diákok egy komplex feladat keretében pénzügyi ismeretekre tehettek szert. A gyerekek szituációs feladatokban tapasztalhatták meg, mit jelent addig nyújtózkodni, amíg az a bizonyos takaró ér. A kereskedelmi bankok a gazdaság szereplőinek megtakarításai gyűjtik össze. Az országos programhoz az idén is csatlakozott a Szent László AMK, ahol az általános iskolásoknak és a középiskolásoknak is szerveztek egy olyan interaktív napot, ahol a való élet pénzügyi kérdéseire kaphattak választ. Többek között arra, hogyan kell beosztani egy adott keretet egész hónapra, mondta Hajdók Róbert, az intézmény vezetője. Azt tapasztaltuk, hogy érettségi után nagyon kevés ismereteik vannak. Nem tudnak, vagy problémát okoz nekik egy számlanyítás, nem tudják, mi az, hogy bruttó, nettó, THM. Tehát ezeket a fogalmakat próbáljuk itt tisztázni. Itt egy komplex feladatot kell nekik megoldani csoportmunkában, és a végén értékelik a saját munkájukat. A középiskolásoknak például egy komplett szalagavatót kellett leszervezniük, úgy, hogy mindenre elég legyen a rendelkezésükre álló összeg. A könyvtárban a 9-esek családokká alakultak, ahol a nagypapának és a gyerekeknek is volt beleszólásuk, mire költsék a pénzüket. Erzsébet és csapata jól kalkulált, a hirtelen tönkrement hűtőre is futotta nekik. Megismerjük így a pénzügyi világot tulajdonképpen, és így a bankokról is sokat
tanulhatunk, amit amúgy nem mondanak el az iskolában, szóval szerintem elég hasznos. A nyolcadikosok ez alatt azt próbálták meg kiszámolni, mennyit kell spórolni a Szeleburdi Szilvinek a zseppénzéből, ha új fürdőruhát szeretne a nyárra. A gyerekek láthatóan élvezték, hogy csapatokban dolgozhatnak, és valahogy a számolás is jobban ment nekik ebben az életszerű helyzetben. Sokat fogok tanulni ebből a pénzes feladatokból, és még lehet, hogy a jövőben fel tudom ezeket használni. Tanárnőjük szerint a gyerekek ezzel a programmal egy kis ízelítőt kapnak abból, hogyan is épül fel egy családi költségvetés. Vannak, akik már nagyon tapasztaltak ebbe, akik önállóbbak, de azok, akik most még nem annyira önállóak, ők pedig kapnak a többiektől egy kis plusz tapasztalatot, hogy mégis hogyan kell otthon gazdálkodni, meg hát a saját zseppénzüket hogyan osszák be. A diákok tehát, ha csak pár óra erejéig is, de belecsöppenhettek a felnőttek világába, aminek köszönhetően a jövőben talán körültekintőbbek lesznek a pénzügyek terén. Az idén már 4 napos lesz a húsvéti pihenés, hiszen a parlament keddi döntése szerint 2017-től a hétfő mellett nagypéntek is munkaszüneti nap lesz. A nagypéntek a keresztény vallásban a húsvét előtti péntek, amikor is Jézus Krisztus szenvedésére és kereszt halálára emlékeznek. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere úgy fogalmazott, nagypéntek üzenete, hogy áldozat nélkül nincs ünnep, nagypéntek nélkül pedig nincs húsvét. Orbán Viktor miniszterelnök 2016. októberében jelentette be, hogy munkaszüneti nappá kívánják tenni nagypénteket. Az általános és középiskolás diákokat a változás nem érinti, hiszen a húsvétot megelőző nap eddig is tanítás nélküli nap volt. Nagypéntek 14 európai országban számít ünnepnapnak. Baján tartották az országos Ki mit tud egyik elődöntőjét csütörtökön. A versenyre a szépkorúak jelentkezését várták a szervezőt, akik 7. alkalommal hirdették meg a tehetségkutatót. 2017-ben összesen 520 nevezés érkezett, köztük 17 bajai és a környező településeken élő indulóval. Ha maga még él! Színjátszás, tánc, ének és próza. Sokszínű műsort láthattak az érdeklődők az országos nyugdíjas Ki mit tud bajai elődöntőjében. És ha szabad nincsen, akkor is megértem. A Bácskai Kultúrpalota színpadán több tapasztalt előadó lépett fel. Benda Anna a szólóének kategóriában tavaly a döntőbe is bejutott. De voltak olyan jelentkezők is, akik most először mérettették meg magukat versenyen. Mondtam, hogy én szeretném elénekelni, ha lehet, a Honfoglalást című dalt, és ezt vállaltam. Mondtam, ki is merek állni, nem is zavartatom magam, semmi probléma. Hangom, úgy érzem, hogy van, majd a nagyok elmondják, majd megmondják, hogy mennyire mérettettem meg. A Mékúti Anna tánccsoport ezúttal nem néptánccal, hanem egy mozgalmas kánkánnal készült. Kisebb-nagyobb kihagyásokkal 2002 óta vagyunk, mint csoport. Azóta dolgozgatunk már úgy, hogy otthon saját magunk szórakoztatására csináljuk a táncokat, énekeket, és már többen hívnak bennünket a vidéki klubokban. A versenyen Felcsák Róbert köszöntötte a szereplőket. A polgármester elmondta, az idei városi rendezvények jól illeszkednek a 2017-es jelmondathoz, hiszen az idei esztendő a kor, a tudás és a bölcsesség éve. Köszönöm önöknek, hogy őrzik a hagyományokat, azokat az értékeket, és átadják nekünk, és ezzel utat mutatnak nekünk, amiket önök az életük során összegyűjtöttek. A verseny szervezői 7 éve kutatják az örök fiatal tehetségeket. Az országot járva 24 helyszínen tartanak selejtezőt. Az elődöntő során a színpadkész előadásokat juttatják tovább a versenyben. Az elődöntőnek a szűrője pont azért van, hogy ha esetleg olyan produkciókat látunk, amelyek klubszinten megfelelőek, de még nem érettek arra, hogy a középdöntőn a szakmai zsűri elé menjenek, akkor ezt egy mondattal jelezzük feléjük, illetve a hibákra esetleg rámutassunk, segítsünk a továbbfejlődésben, örömmel vesszük, hogy ezeket meg is fogadják, és évről évre azt tapasztalhatjuk, hogy nem csak a létszám, hanem a minőség is rengeteget változik. A legjobbakat hétfőn értesítik arról, hogy tovább jutottak-e a versenyben, a középdöntőket pedig Hajdúszoboszlón tartják majd a tavasz folyamán.
A Ki mit tud elődöntőjéről készült felvételeket március 14-én este 20 óra 30 perctől láthatják itt a Bajai Televízióban. Most pedig a sportpercekkel folytatjuk, Putnik Tamásnak adom át a szót. Kellemes szép estét kívánok mindenkinek! A nemzetközi szintidőket vette célba a hétvégén Kalmár Ákos. A Spartacus úszója egy belgrádi nemzetközi versenyen indult, ahol több számban is megmérette magát. A vártnál gyengébb mezőny ezúttal nem a bajai sportolónak kedvezett. Kalmár Ákos azzal a tervvel indult a szerb fővárosba, hogy megpróbálja megúszni az EB, illetve a VB szintet. A felkészülése alapján joggal bízhatott is ebben, hiszen a sportoló remek munkát végzett a hazai és a külföldi edzőtáborok során. Ákos Belgrádban több számban is elindult, volt amelyikben csak a versenyzés volt a cél, míg 800 és 1500 gyorsan a szintidő volt a terv. Végül ez nem jött össze, amiben szerepet játszott a megfelelő riválisok hiánya is. Sajnos nem sikerült, de 1500-at és 800-at elég nehéz úgy úszni, hogy egyedül úszom az elejétől a végéig, de majd remélem a felnőtt országos bajnokságon sikerül, ott lesz kivel versenyeznem. A főterv ugyan most nem sikerült, de Ákos így is több számban úszott remek időt. A felkészítő edzője nem is volt elégedetlen a hétvégén látottakkal. Azokban a számokban, amikben egyébként egy kicsit is megszorongatták Ákost, nagyon jó időket úszott, javított is. Ennek ellenére nem vagyok elégedetlen, hiszen a legjobb idejeit megúszta, sőt 800-on javított, és igazából az 1500-ös meg a 800-as idejével is az ifi mezőnyt vezeti az idei ranglistán, de hát sajnos a szintidő teljesítése még hátra van. Ákos nem búslakodhat sokáig az elmaradt szintidők miatt, hiszen 2 hét múlva Hódmezővásárhelyen ismét versenyre kelhet a stopperórával szemben. Remélhetőleg akkor már megfelelő vetélytársak is lesznek a medencében. Holnap este megszokott módon hétvégi előzetessel jelentkezünk majd a sportpercekben. Tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra! Egy rövid összefoglaló főbb híreinkből. Két keréken Garáig. A településen, valamint a község és Baja között szeretnének kerékpárutat építeni a garaiak. Gazdálkodj okosan. Játszva sajátíthatták el a pénzügyi ismereteket a szentpásztors diákok. Nem sikerültek a szintidők. A vártnál gyengébb mezőny miatt nem tudott kimagasló időket úszni Kalmár Ákos. Kedves nézőink, ezek voltak a Bajai Televízió friss hírei csütörtökön este. Újabb híradóval holnap este 18 órakor jelentkezünk ismét, most pedig időjárás jelentéssel folytatjuk, és elolvashatják a Duna víz állásának adatait is. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Én a műsort készítő kollégák nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Pénteken az ország nagyobb részén többnyire erősen felhős lesz az ég, csak a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten szakadozik fel a felhőzet, és ezeken a részeken akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Napközben elsősorban az ország középső harmadán fordulhat elő több helyen eső, zápor. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 7 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 11 fok között valószínű.